Köszöntöm a kedves nézőinket, Dobos László polgármester úrral beszélgetek egy külső helyszínen itt a városban. Hol vagyunk egészen pontosan, polgármester úr, és mi történik most itt? A Karcagon vagyunk a Szivárvány úton és a Népszer vállalatnak a telephelyén, és nagy örömmel jelenthetem be, hogy megérkezett az első szállítmány Milánóból, a milánói pavilon bontása megkezdődött, a Kárpátok Alpok ZRT a kormányrendelet szerint elkezdte a pavilon bontását, és azt követően természetesen majd a rekultiválást, és az első szállítmány ide érkezett Karcagra, hiszen a kormányrendelet azt is kimondja, hogy Karcagon kerüljön ez felépítésre, és ennek megfelelően szépen folyamatosan, ahogy a bontás történik, a hazaszállítás után itt ezen a telephelyen kerül deponálásra. Mit lehet tudnunk, polgármester úr, egészen pontosan milyen elemek érkeztek most haza? Hát egyelőre úgy tűnik, hogy az első kamionnal a pavilon kiszolgáló helyiségének, az energetikai központnak az alkatrészei kerültek hazaszállításra. Hát ezek egy jókora vas daraboknak tűnnek, és hát tulajdonképpen annak a pavilon résznek a vázát alkották. Mit lehet arról tudnunk, körülbelül meddig fog tartani a hazaszállítás, és hány kamion érkezhet városunkba? Várhatóan olyan 40 darab kamionnal sikerül hazaszállítani az alkatrészeket, és én gondolom, hogy ahogy az építés zajlik, ez egy több hónapos munka, illetve a bontás nem építés, hanem a bontás zajlik, több hónapos munka. Mekkora beruházás lesz ez? Mit jelent ennek a nagysága a városunk számára? Hát egy óriási lehetősége számunkra, hiszen van egy Erzsébet ligetünk a strandfürdővel szemben, amivel nagyon-nagyon komoly terveink vannak a jövőt illetően. Ott egy szabadidős családi rendezvényparkot szeretnénk alakítani, természetesen megfelelő kulturális háttérintézményekkel. Ez a felépítendő pavilon például ezt a célt szolgálja, ennek egy része lesz. Köszönöm az interjút, és kedves nézőknek pedig elmondom, hogy a továbbiakban beszámolunk majd a munkafolyamatokról. Köszönöm az interjút. Én köszönöm a lehetőséget.